Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Komlók Közösségek Házában működő dísztömbészeti műhelyünk kiállításának megnyitóján. Csoportunk 1978-ban alakult az akkori Május egy Művelési Központ szervezésében. Már akkor eldöntöttük, hogy folyamatosan megismerkedünk a Kárpát-medence különböző népi hímzéseivel, és azt minden évben kiállításon bemutatjuk a város lakóinak. Ez így is történt. Most már körülbelül tizedik alkalom, hogy legújabb munkáinkat a Magyar Kultúra Napján mutatjuk be a Komlói Közösségek Házában. A mai kiállításunkon szintén a Kárpát-medence különböző hímzéseiből válogattunk. Baranyából indulunk, itt a szomszéd település Hosszú Hetény. Az ő női ingek ruhaújján találhatók ezek a szép színes keresztszemes minták, amiket mi most futókra készítettünk. Egyik alkalommal Gerezslakra kirándultunk a csoporttal. Ott fényképeztük, nézegettük a német kendőket, és az egyik német kendő nagyon megtetszett a csoport legfiatalabb tagjának, és ő készítette belőle ezt a kis neszeszert. Ez egy szigetvárvidéki kendő mintája, amit látható. Ezt egy terítőre alkalmaztuk. A lukhímzés megtanulása miatt szerette volna valaki ezt. A mellette levő futó pedig szigetvárvidéki református kis bundáról vett minta. A csoport nagy része nagyon szereti a különböző baranyai horvát hímzéseket. Gyönyörűek, nem könnyű őket varni. A női ingeken, női alsószoknyákon és férfi ingeken is nagyon szép hímzéseket találunk. Most egy néhányat mutatunk belőle, futókon, terítőkön és külön a paravánon a kásádi ingszoknya minta látható a függönyön, és mellette szintén egy kásádi minta. A kásádiak viselete abba különbözik a többi horvát, meg különböző női népi viseletektől, hogy ott nem külön inget, meg szoknyát hordanak, hanem egybe ruhát tulajdonképpen, ezt nevezik ingszoknyának. A függöny mintája is egy kásádi ingszoknyáról való. Itt az asztalon látható futók, és a mögöttem párnák, függöny garnitúra, ezek szintén baranyai horvát hímzések, csak mi annyit változtattunk rajta, hogy nem hagytuk az eredeti színeket, például itt a kékek árnyalata, az a valóságban piros, fekete és fehér. És ugyanaz vonatkozik a párnákra, itt is az eredeti hímzéseken vagy viseleten fekete a hímzés, és nagyon pici élénk színeket vartak még közé. Mi ezt megváltoztattuk, talán a mostani lakás környezetébe talán ez jobban illik. Ezen a garnitúrán egy sárközi mintát látunk. Ez egy nagyon régi női ingúj minta. Dr. Fél Edit néprajzkutatótól kaptam sok-sok évvel ezelőtt, hogy tervezzek ebből a mintából valamit. A sok különböző sárközi hímzés közül most mi ezt készítettük el. Tolna megyéből, a Sárközből gondolatban át kirándultunk Kalocsára, és egy ókalocsai mintát hímeztünk egy madivatos négyzet alakú párnára. Ókalocsai, ez mindig fehéren fehér hímzés volt. A sok nagyon szép baranyai főkötő közül az egyik gyapjú fölkötőről vettünk le motivumokat, és az látható itt az edényfogó kesztyűn és a különböző edényfogó tárgyakon.
erre a terítőre egy jászsági bundának a mintáját hímeztünk. Ők rájuk jellemző, hogy a bundáikat mindig egyszínű zölddel díszítették. Ez a kis mellény egy cserépfalui minta, az az érdekessége, hogy nyargalásos hímzés, ami azt jelenti, hogy varrógéppel varták, varrógéppel készítik mindig a nyargalásos mintákat. Ez a garnitúra bogácsi motívumokból lett tervezve. Terítő és a párna eredeti színezése. Ez egy tardi kötének a mintája. A kötény eredetileg is kék volt, mi ezt egy terítőre hímeztük, keresztszemes hímzéssel. Ennek a futónak a mintáját válaszúton gyűjtöttem, Kalos Zoli bácsinál. Ez eredetileg párna végminta. Azt díszítette. A mögöttem levő párnák, és ezek a terítők, ezek pedig udvarhelyi varrottasok. A valóságban ezeket pirossal hímezték, mi a színeket itt átváltoztattuk. Az asztalon a másik terítők pedig udvarhelyi varrott csipkével vannak beszegve. Ezen az asztalon étkezési alátéteket látunk. Ennek az az érdekessége, hogy farkasfog díszíti. Megpróbáltuk kitalálni, hogy a nagyon régen ismert farkasfogat ma mire használhatnánk. Ez szintén a farkasfog felhasználásának a módját mutatjuk be. Itt kékfestő anyagra vartuk kézzel a farkasfogat. Egyik Tolna megyei kirándulásunk során gyűjtöttük a bukovinai bundák mintáját. Ezen a sötétítő függönyön is bukovinai székely bunda mintája látható. A 2020-as évben nagyon keveset találkoztunk a szakkör tagjaival. Évelején másfél hónapot, szeptemberben szintén másfél hónapot, és amikor éreztem, hogy megint egy időre el kell búcsúzni egymástól, akkor kapta mindenki házi feladatnak, hogy készítsen egy szatyrot, saját maga tervezze el, hogy arra hímzést rak, horgolást, gombokat, zsinort, ez volt a házi feladat, és azt mondtam, hogy a karácsony előtt elkészülő harmadik könyvünket, ami a munkáinkat mutatja be, majd ebbe vigyék haza. Itt a paravánon látszó maszkokat, maszkok hímzését, meg egyáltalán maszkok készítését nem terveztük. Soha nem gondoltuk, hogy még ilyet is kell csinálni, de most a kényszer vitt rá bennünket, és néhányan a szakkörből csináltak maguknak hímzett maszkokat. Itt is van kalotaszegi nyargalásos, Matyó, Csángó női ingújának a mintája, jobbágytelki minta, szigetvárvidéki, gömöri csomó. Most karácsony előtt jelent meg a Díszítőművészet Komlón című könyvünk. Ez a harmadik album, ami az elmúlt 3 év hímzéseit mutatja be. Ezt azért készítettük, mert 2021-ben lesz Komlóváros 70 éves város, és erre az alkalomra készítettük.